Az afrikai sertéspest is egy vírusos betegség az Európai Unió területén. Először 2014-ben mutatták ki ráadásul a magyar határ közelében. Kárpátalján is okozott károkat ez a kor. 2016 végén most ismét megjelent az afrikai sertéspest is, ezúttal Romániában. Erről is lesz szó a mai 35 percben. Köszöntöm Önöket! Lista civil szervezetek, akik számítanak az egy százalékokra. Sertéspest is. Több irány volt kor. Csok. Lendületben az ingatlan piac. Az évnek ebben az időszakában egyre több helyen jelennek meg a médiában, illetve plakátokon olyan civil szervezetek, akiknek a működésében igen fontos szerepet játszik az adózók egy százaléka. A hivatalosan közétett listát egyébként az adóhatóság folyamatosan frissíti. Az egyik ilyen támogatható szervezet itt a környezetünkben a Beteg Gyermekekért Alapítvány. A stúdióban ennek kapcsán köszöntöm az alapítvány kuratóriumi elnöki, dr. Dicső Ferencet, üdvözlöm. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. 1999 nagyon régen volt, amikor létrehozták ezt az alapítványt. Azt hiszem, hogy bőven beszélhetünk tapasztalatokról. Mióta támogathatóak önök így módon? Mióta tudják felhasználni, igénybe venni a általunk felajánlott egy százalékokat? Pontosabban 1989-ben kezdtük meg ennek az alapítványnak a szervezését, és 1990-ben lettünk bejegyezve a bíróságon, és azóta működünk. Kezdetben csak egyéni támogatások által. Az utóbbi időben, amióta a személyi jövedelemadó 1%-át föl lehet ajánlani, addig hál' Istennek a lakosság széles körében kapunk ilyen jellegű támogatásunk, támogatásokat, és végezzük azokat a tevékenységeket, amelyeket az alapítók iratban meghatároztunk. Ezek általában elsődlegesen a gyermekellátás műszeres fejlesztése, másodszorban egészségügyi tevékenység, ezek közül is kiemelve a koraszülött mentését megyénkben, és a harmadik pedig lenne a gyermekgyógyászati tudományos üléseknek a támogatása. Tehát ez a három fő cél, amire az alapítvány dolgozik. Mennyire érzékelhető anyagilag az a segítség, ami az egy százalékokból adódik? Mire számíthatnak évről évre? Hát ez az utóbbi években sajnos csökkent, ez egy kb. egy 20%-kal csökkent. Éves szinten azt lehet mondani, hogy ha az elmúlt 4-5 évet figyelembe veszük, kb. ez egy olyan 6 millió forintot jelent. Ez nem egy nagy összeg, de a mi gazdálkodásunkban, költségvetésünkben ez igencsak nagy summának számít. Ha csak például a tavalyi évet említem, 2017-ben 5 millió 300 forint értéket fordítottunk műszerek fejlesztésére, és olyan műszerek fejlesztésére, amelyek nélkül az osztálynak a szakmai ellátása nem nyújtan olyan minőségi szintet, mint amilyen ezeknek a műszereknek a segítségével lehetséges. Az önök alapítványának a hivatalos nevében elnevezésében szerepül a közhasznú szó is, tehát a beteg gyermekeket közhasznú alapítvány. Ez milyen különbségtételt jelent a csak alapítványként szerepelő civil szervezetekhez képest? Ez azt jelenti, hogy az alapítvány olyan feladatokat is lát el, amely állami jellegű feladat. Ebben mi előjárunk, mert az országos koraszülött mentő hálózatnak egy része vagyunk, így az alapítványunk végzi a megyében ezt a koraszülött mentést. Ez azt jelenti, hogy ha Fehérgyarmaton, Kisvárdán, Máté Szalkán, vagy akár Nyíregyházán születik egy súlyos állapotú koraszülött, netál otthonában is, mert ez is előfordul, sajnos éves szinten kb. 10-15 ilyen eset van, akkor ez a 24 órás szolgálat vonul ki a helyszínre, látja a koraszülöttet, és szállítja be Nyíregyházára az újszülött intenzív részlegben. Ez az egyik része. A másik része pedig az adományozó felé jelent némi kedvezményt, adó alap csökkentő az az összeg, amivel támogatják a beteg gyermekekért alapítványt. 1989-ben mi volt az, ami tulajdonképpen életre hívta az alapítványt? Azt is kérdezhetném, hogy miért éppen akkor? Hát ugye ez a hajnal hasodásnak nevezhetjük azt az időszakot, és nálunk a gyerekorosok is megérezték 89-ben, hogy itt lesz valami változás, kell, hogy valami Változás legyen, és 89 végén a gyerekosztály orvosi kara, ami ha jól emlékszem rá, akkor olyan 28 fő lehetett, kapott mindösszesen 100 ezer forint jutalmat, és ezt a 100 ezer forintot úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk fölvenni, hanem ezzel az alapító tőkével fogjuk benyújtani a mi szándékunkat a bíróságnak, és így kértük, hogy jegyezzék be ezt az alapítványt, ami az elkövetkezendőkben ezeket a célokat tűzi ki maga elé, és fog hát segíteni a gyerekellátásban. Hogyha visszatekintünk erre a hosszú időszakra, akkor épp tavaly számoltuk össze, hogy kb. olyan 260 millió forint értékű műszert vásároltunk, vagy szereztünk be, és ezzel segítettük itt a megyei kórházban a gyermekellátás a legutóbbi ilyen alapítványos, nagyobb volumenű hát ilyen adomány az a koraszülött mentő, egy Mercedes, amit biztos a lakosság is több helyen lát, nem csak Nyíregyházán, hanem a megyében is, amivel igen korszerű körülmények között, mondhatom, egy mozgó, intenzív osztály körülményei között tudjuk ellátni a koraszülötteket. Gyakran kell használni ezt a speciális mentőautót? Hát ez relatív fogalom, hogy milyen gyakran. Nyilván nem olyan gyakori ez, mint az országos mentőszolgálatnak az ellátása, ahol naponta akár 80 beteget is szállítanak. Mi éves szinten, ha az elmúlt 5 évet figyelembe vesszük, akkor körülbelül olyan 400 gyermeknek a szállítását, mentését végezzük el mondhatnám azt, hogy kb. 50% ezek a gyerekeknek így marad életben. Mert amikor elkezdtük ezt a mentőszolgálatot, akkor összehasonlítottuk a régi szállítási hagyományos módszerekkel, és akkor azt találtuk, hogy akiket ilyen korszerű körülmények között szállítottuk, azoknál a túlélés az 50 kal javult. Tehát kétszer olyan, kétszer több gyermek maradt életben, mint a hagyományos régi mentőszállítás vonatkozásában. Én nem tudom, hogy minden kórháznak, -e, minden megyei kórháznak van-e például saját alapítványa, de az biztos, hogy egy-egy ilyen alapítvány azért érezhetően tudja segíteni az osztálynak a, a működését, ha az infrastruktúrát tekintjük, illetve azok a, azoknak az eszközöknek, a műszereknek az állományát, amit akár elég súlyos helyzetekben be is kell vetni. Úgy, ahogyan a támogatandó civil szervezetekről létezik egy lista, amit mi már az interneten utolérhetünk, és kiválaszthatjuk, hogy kinek szálljuk az egy százalékunkat. Én úgy gondolom, hogy az önök alapítványának, vagy magának a gyermekosztálynak is bizonyára létezik egy listája, hogy mit kellene most leghamarabb beszerezni. Mi az, amit most be kellene szerezni önöknek? Hát most az elkövetkezendő néhány évre két, két, két célkitűzésünk van. Az egyik az, hogy szeretnénk javítani a kórházban lévő gyermekeknek a komfort érzetét. Ezt már az elmúlt évben, 2016-ban is, meg 2017-ben is megtettük, mert vásároltunk 10-10 darab elég jó minőségű televíziót, és a kórtermekbe, amelyek ma már igen korszerű kórtermek, aki járt most az új gyerekosztályon, az láthatja, hogy ez szinte hotel minőségi szolgáltatás, amit tudunk nyújtani, és ott ezek minden kórtermet szeretnénk felszerelni ilyen tévével, Ezeken a tévéken mesecsatornákat lehet nézni, és így gyerekek sokkal kellemesebben töltik el azt az időt, amit hát nekik sajnos kényszerű helyzetből ott el kell töltenie. A másik nagy célunk pedig len tovább fejleszteni a diagnosztikus lehetőségeket az osztályon, ultrahangos készülékeket szeretnénk az elkövetkezendő években még vásárolni, mert ebből sajnos még nagy hiány van. Nem csak ebben, nem csak ezekben a dolgokban, sok másban is élenjáró volt, én úgy gondolom, a, a megyei kórház gyermekosztálya, és több dolog is már az önregnálásához köthető, én úgy tudom. Az alapítvány létrehozásáról, Elmondhatjuk, hogy az is az elsők között jött létre, amely így kórházak gyermekosztályának a támogatását tűzte ki célul? Hát azt nem tudom, hogy országos szinten mi lettünk volna az elsők. Valószínűleg tartom, hogy nem, mert egyet tudok például a Péter Cserny alapítványt, aki, aki korábban alakult, mint mi. De az, hogy itt a megyei kórházban mi hoztunk létre először egy ilyen alapítványt, az százszázalékig biztonsággal tudom kijelenteni. És ezen a példán több osztály is felbuzdulva hozott létre alapítványokat, amelyeknek szintén hasonló céljaik vannak. Tehát mindegyik a saját osztálynak a működési feltételeit próbálja javítani, sőt a kórháznak magának is van egy központi alapítványa, aminek hát nyilván szintén megvan a maga feladata célja, amivel szintén az egész kórháznak a ellátását próbálják javítani. Köszönjük szépen a munkájukat, köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk, és a kedves nézők pedig így most gondolkodhatnak, hogy majd hova is szállják azt az egy százalékot. Köszönjük szépen!